Amikor ezeket elkezdtem írni, akkor nagyjából már a kezdet-kezdetén is voltak olyan történetek, amik nem ebben a szerelmes narratívába tartoztak, hanem inkább ilyen hős történetek, tehát olyan, ott úgy mesélek emberi sorsokról, ahol ezek a bizonyos döntési pontok, sorsfordító döntéseknek a pillanatai mentén mesélek el egy-egy életet. A koronavírus járvány okozta karantén időszakra a legjobb író-olvasó találkozókból válogat a szervező Csorba Győző Könyvtár. Legutóbb például Nyári Krisztián íróval beszélgetett Ágoston Zoltán. A felvétel még 2016-ban készült az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozat keretében. Itt van egy másik felvétel, amikor is Hegyi Barbara színművész a gasztroirodalmi sorozat egyik vendégeként Alkalomattán című szakácskönyvéről Szűcs Anikó újságíróval beszélget. Rengetegszer volt úgy, hogy éjjel még átjöttek hozzánk próba után, vagy még átbeszélni egy előadást vagy próbát, és akkor kellett főzni. Ebből a szempontból a 15 perc a spagetti, ami ugye forrástól kezdve már nagyon gyorsan 8-10 perc egy rendes spagetti tésztának a megfőzése, az alatt a szószt, a szúrót el lehet készíteni. Úgyhogy ezek olyan rutinná váltak ott az évek alatt, hogy ez nem volt probléma. Mivel 10 évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit a Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont, ezért ennek apropóján egy-egy felvételt osztanak meg a karantén időszak alatt az olvasó közönséggel. Válogatás történik, viszont ez függ attól is, hogy mennyi ideig tart majd a helyzet, ez a vészhelyzet. Szombatonként tesszük közé azokat a korábbi íróolvasó találkozókat, amelyekről felvétel készült, és minden szombaton egyet. Bízom benne, hogy minél hamarabb véget ér ez a vészhelyzet, és akkor visszatudálni a régi kerékvágásba a működésünk. Viszont egyelőre ezeket szolgáltatjuk, és hát nagy örömünkre szolgál, hogy ezt látjuk, hogy minél többen újra nézik őket. Március közepétől zárták be az összes telephelyüket, mondja Miszler Tamás könyvtárigazgató. Mindezt az olvasók és saját kollégáik egészsége érdekében tették. Viszont nem szeretnének elszakadni olvasóiktól, ezért, amit lehet, mindent megtesznek annak érdekében, hogy a megszokott, jól működő kapcsolat a könyvtárszolgáltatás és az olvasóközönség között továbbra is működjön, az egész világot sújtó nehéz élethelyzetben is. Pár nap alatt kellett átállnunk, és hát új szolgáltatásokat bevezetni, illetve meglévő szolgáltatásokat átterelni az online térbe, ami hát kihívást okozott számunkra, valamint azt tettük meg, hogy bizonyos háttérmunkákat, amelyeket általában nyáron bezáráskor végeztünk el, azokat előrehoztuk, és próbáltunk olyan szolgáltatásokat kialakítani, amelyet az olvasók is igénybe tudnak venni online. Nagyon büszke vagyok a csapatomra, mert rendkívül kreatívak, és nagyon jó ötletekkel álltak elő, és tényleg egy olyan helyzetben, amikor mindenkinek át kellett állni valami másik fajta gondolkodásra, és ezt tudni kell, hogy a könyvtár az alapvetően sok esetben a személyes kapcsolatokról szól. Át kell állnunk egy olyan világra, amit természetesen jól ismerünk, meg jól használunk, de az olvasóink egy része nem annyira, illetve könyvtár kapcsán nem annyira szokott használni. Az olvasóközönség széles táborát érintő szolgáltatásokat indítottak el, még a legkisebbekre is gondoltak. Például gyerekeknek napi szinten olvasunk mesét, kollégáink olvasnak mesét, különböző fiókönyvtárban dolgozó kollégáink, aztán a kvízek, amit korábban is online térben történt, azt tovább vittük, sőt gyarapítottuk, tehát több kvízt indítottunk el. A kollégáink folyamatosan írnak online könyvajánlókat, de arra is buzdítjuk a felhasználóinkat, hogy ők saját maguk is írjanak könyvajánlókat, melyeket természetesen közzéteszünk. És így a későbbiekben, amikor majd a fizikai tér újra nyitva áll, akkor majd tudják, az alapján tudnak kölcsönözni, és segítséget nyújtanak ezek az ajánlók. Kollégáim, itt könyvtár, mint hiteles hely, tehát ez egy fontos szlogán, ezért kollégáim összegyűjtöttek egy olyan linkgyűjteményt a weboldalunkon, a cgk.hu oldalon, ami segíti a felhasználóinkat a koronavírus
kapcsán tájékozódni, tehát olyan hiteles információkat gyűjtöttek össze, és ez a gyűjtemény ez folyamatosan bővül, amivel tudnak tájékozódni a felhasználók. Valamint elindítottuk a Spotify oldalunkat, ez eddig nem volt, ahol pedig a olvasáskultúrával, olvasással kapcsolatos hanganyagokat gyűjtöttük össze, és folyamatosan bővítjük, amit szintén használhatnak a felhasználók, és ez ingyenes teljesen. Azonban visszatérve az író-olvasó találkozókra, legközelebb 2020. április 25-én szombaton este 6 órakor a Csorbagyőző Könyvtár Facebook közösségi oldalán látható egy felvétel, amelyen Beck Zoli beszélget Likó Marcellel és Géci Jánossal a Bunker rajzoló című könyvükről. Az az egyszerű elképzelés ebben az adott pillanatban, hogy minek utána viszonylag régen ismerjük egymást a Marcival, és nem különben viszonylag régen ismerjük egymást a Jánossal is. Ezért aztán azt gondoltuk, hogy ha mi hárman így leülünk egy picit beszélgetni, akkor az nekünk jól fog esni.